Hát szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, be van kapcsolva a mikrofon el is? Jó. És köszönöm szépen a Juditnak, hogy felajánlott ezt a lehetőséget. Hát ez igazából, ugye így hallgatván ezt a tematikát, hogy mi lesz még itt júniusig a program, szerintem annyiban nagyon jól kapcsolódik a hulladékról másként fogalomkörhöz, hogy mondjuk éppenséggel azt tudjuk, hogy az életünket, nem csak azok a fajta hulladékok, amiket én most néhány diába be fogok mutatni, azok fogják össze, hanem ugye ott vannak jellemzően ugye azok a fajta élelmiszer és egyéb növényi hulladékok, amelyekkel kapcsolatban ugye sokan azt gondolják, hogy semmiféle értéket nem képvisel, és ez a baj, hogy eljutottunk idáig, hogy egy ilyen rossz szemlélet alakult ki itt az elmúlt mondjuk 30-40 év során. És amikor én most az egészről itt beszélnék, ugye akkor egy nagyon fontos dolog annak a felismerése, és ez gyakorlatilag visszakanyarodtunk oda, hogy az emberiség feltalálta tényleg azt a spanyol viaszkot, mert gyakorlatilag amiről ma mindenki mindenhonnan beszél, nem tudom mennyire hallottátok, ez a körkörös gazdaságnak fordított, ez a circular economy-nak a elég rossz magyarra átültetett fordítása. Ez ugye azt jelenti, hogy mindaz, amit ahonnan eljutunk, tehát amiből lesz valami, és ez teljesen mindegy, hogy milyen anyagáramról beszélünk, ugyanak lesz valamiféle képződő végterméke, maradéka, hulladéka vagy bármi, és azt eddig egy ilyen lineáris gondolkodással ugye úgy kezelte az emberiség, hogy igen, létrehoztuk, megtermeltük, fogyasztottuk, elhasználtuk, és aztán a végén fogjuk és lerakóba elhelyezzük, mert ugye ez a lineáris modellnek a lényege. Majd most pár éve ugye rájött az Európai Unió elsősorban, hogy ez nem egészen így van, hanem ugye mindent vissza lehet juttatni a gazdaságba, tehát ezért van ez az úgynevezett körforgásos gazdasági modell. És persze ezt sűrűn citálják ugye azokat az 50-60 évvel ezelőtt nagyjából megrekedt mintákat, vagy hát még azért örvendetesen vannak olyan helyek a világban, ahol talán még ezt használják, űzik, ahol az emberek gyakorlatilag kezdik azzal, hogy a fogyasztásukat maximálisan ugye ahhoz igazítják, amennyi a tényleges szükségletük. Ugye ez egy nagyon fontos eleme ennek a gondolkodásnak. Valamint, ha már kibocsátatott valami, ha már azt mi elfogyasztottuk, ha már azt mi használtuk, akkor próbáljuk meg visszajuttatni úgy, hogy abból legyen is megint valami, és ne ássuk el a földbe, mert annak is van értelme, ezt én nem vonom kétségbe, majd azt is elmondom, hogy talán miért, de igazából ugye az az elsődleges cél, hogy mindent próbáljunk újra használni. És ezeket az erőforrásokat ne pazaroljuk el, hiszen hatalmas értéket képviselnek. És talán ez, amikor a Judittal beszélgettünk, ez volt ugye kicsit a kiinduló motto, az szinte ugye azonnal ugye ez a hulladékról másként. Ugye hulladékról másként, amit általában hulladékot az emberek szeméttel szoktak azonosítani, és ugye mindig keveredik ez a két fogalom, hogy szemét, hulladék. A magyarban pedig ez nagyon jól külön választható, hogy mit tekintünk annak. Igazából ugye, ha szemantikailag nézzük a dolgot, akkor ugye a szemét maga, az már maga az a fajta anyag, frakció vagy maradvány, amivel ugye igazából senki nem tud semmit csinálni, de ez igazából nagyon hamis és önáltató, mert szinte mindennel lehet valamit kezdeni, és itt jött be ez a tematika itt júniusig, hogy gyakorlatilag az a méretetlen sok növényi eredetű hulladék, amit termelünk, ugye akkor, hogyha minden családi házas, vagy legalábbis megoldható konstrukcióba ugye lehetne komposztálni, és akkor visszatérnénk ugye oda, ahonnan az eleink, tehát mondjuk az 50-60 évvel ezelőtti gondolkodás ezt az egészet abszolút úgy kezelte, mint egy magától értetődő dolgot. Ma meg ugye föl kell fedezni azt, hogy mit is jelent az, hogy komposztálás. Én most nem a komposztálásról fogok beszélni, csak ugye ez azért egy nagyon fontos rész az egésznek, mert hogy az egy hatalmas nagy részét képezi annak a fajta kibocsátásnak, amit a városi emberek ugye egyéb megoldás hiány nem tudnak mit csinálni, és fogják és bevágják ugye a kommunális szemétbe, és gyakorlatilag így oldják meg azt, amit nem így kéne megoldani. Amiről én szeretnék beszélni, mint a Judit említette, hogy igen, a Holfonnak voltam a vezérigazgatója 12 éven keresztül, és aztán tavaly ott hagytam a céget, egész egyszerűen elegem lett belőle, már meguntam,
És most jelen pillanatban, hogy itt a meghívón is szerepel, van a környezetvédelmi szolgáltatók és gyártóknak egy szövetsége, nem, a környezetvédelmi gyártóknak és szolgáltatóknak van a szövetsége. Ez egy több mint 200 környezetvédelmi céget tömörítő szövetség, és most jelen pillanatban ott dolgozom, mert ez mondjuk sokkal elméletibb is, meg kicsit másabb is, tehát megmondom őszintén, sokkal jobban inkább ugye itt a jogszabályokkal való hát mérehatóbb találkozásom, meg hát nyilván egész más vetülete ennek az egész környezetiparnak. Nem szakadtam el, tehát ezért is vállaltam a Juditnak ezt a felkérését, hogyha ha ilyen van, akkor nagyon szívesen, hiszen, és akkor ennyiben kanyarodnék vissza, és majd ugye a műanyagokról fogok tudni inkább beszélni, mert hát azért szeretnék annál maradni, amit mondjuk én csináltam, de ez nem azt jelenti, hogy nem tudok kitekinteni mondjuk más anyagáramokra is, de hát ugye az életünk egyik legmeghatározóbb része ugye az a műanyagokkal telik, és pont az, amire a Judit kért, hogy ugye ez a környezeti szemléletformálás, ez a tudatformálás, amit sok-sok éven keresztül a Holofonnál arra nagy hangsúlyt fektettünk, hogy bármi olyan felkérés, ami akár civil, társadalmi szervezet, egyesület, non-profit vonalon, iskolák, óvodák részéről felénk megnyilvánul, annak tegyünk eleget. Annál is inkább, mert ugye azért az belátható, hogy az nagyon jó, hogy itt ennyien összejövünk, és én elmesélhetek, vagy elmondhatok olyan dolgokat, amivel esetleg többeknek az ismeretét gyarapíthattam, és akkor nagyon örülök, hogyha ez így van. De ugye a tudatformálás, a szemléletformálásnak ugye az egyik legjobb része az ugye a fiatalkorúaknak, a kiskorúaknak a motiválása erre a területre. És gyakorlatilag ezért is vezettük be egy jó vezető, most már így mondom, rosszul mondtam, tehát vezette be akkor a Holofon egy olyan jó 8-9 évvel ezelőtt ezt az úgynevezett kupakversenyt, ami hasonlóan ugye a papírgyűjtéshez az iskolákba, ez gyakorlatilag iskolák, óvodák közötti versenynek az egyik terepe volt, fóruma volt, de mindamellett ugye megvolt az a jósága, hogy a gyerekek el tudtak jönni ennek révén mondjuk gyárlátogatni, és meg tudták nézni, hogy miből mi lesz. Tehát nem arról szólt a dolog, hogy öncélúan gyűjtünk kupakokat, ezzel mindenkit halálra idegesítünk az otthonunkban, meg mindenhol, hanem az, hogy ebből mi is lesz igazából. És akkor visszakanyarodnék a műanyaghoz, mert gyakorlatilag ugye a tömegműanyagok, amivel mindenhol, minden szinten találkozunk, sőt ugye egyre jobban eluralja gyakorlatilag ugye a mindennapi életet, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy azt látni, hogy a világban, ugye a műanyagoknak, elsősorban tömegműanyagokról beszélek, kibocsátása az nem, hogy stagnálna, nem, hogy csökkenne, hanem gyakorlatilag ugye nő, nőttön nő. Ugye ez most egy olyan nyilván egy olyan kör, ahol ugye azt nagyon jól lehet elmondani, hogy milyen olyan megoldások vannak, amivel az emberiség megtette azt, hogy miért is szembesül ezzel a hatalmas nagy kihívással. Azt lehet mondani, hogy kb. 20 év alatt eljutott a világ fejlettebb, de ugye a kevésbé fejlett része is oda, hogy majdnem mindent úgynevezett egyutas csomagolásba rak bele. Ez az egyutas csomagolás ugye egy marha praktikus, nagyon kényelmes, hihetetlen nagy jósággal bír. Senki nem akar szöszmötölni mindenféle visszaváltásokkal, mindenféle egyéb ilyen logisztikai bravúrokkal. Belerakja ugye a csomagolóipar akár műanyagpalacba, akár tetrapakba, ugye ebbe a kombinált, vagy rétegzett, ugye ezt úgy hívják, hogy rétegzett karton. Mindent gyakorlatilag plusz csomagol, duplán csomagol, triplán csomagol, stb. Tehát olyan fajta hihetetlen kibocsátása van mind a papírnak, a műanyagnak, az alunak és az üvegnek, hogy ez gyakorlatilag ugye azt eredményezi, hogy ezzel valamit kell csinálni. Ugye itt jött be a Európa nyugati részén már olyan 25-30 évvel ezelőtt, hogy hogyan is tudnák megoldani ezt a méretetlen kibocsátást, hiszen ahogy említettem, a lineáris gondolkodásnak ez volt a lényege, hogy bekerült ugye a kommunális szemétbe, és utána elvitték a lerakóra, aztán szépen, amikor megtelt a lerakó, akkor azt befették, és úgynevezett rekultivációt hajtottak végre, és aztán nyitottak közben persze egy újabb lerakót, és ez így ment tovább, illetve emellett voltak azért ugye fejlettebb országok, ahol az úgynevezett energetikai hasznosítással oldották meg mondjuk a kommunális szemétnek a megfelelő előkészítés utáni úgynevezett energia
hordozóként való visszajutatását. Ez egy valamivel hát szebb része a hulladékkezelésnek, de igazából ez sem azt tükrözi, hogy az emberiség miként is tekint arra, amit kibocsát. Na most ugye a hulladékról másként, ugye ez gondolom ebben a körben aztán végképp elmondható, tehát ugye az egy nagyon fontos felismerés, hogy mindig abból kell kiindulni, én mindig ezt hangsúlyoztam egyébként, főleg amikor megláttam, hogy mondjuk a gyerekek, akik jöttek gyárlátogatni, ugye hozták magukkal ezeket a fél literes PET flakonokat, ami az én olvasatomban, vagy a 33-as, mert ugye olyan is van, ami ugye az én olvasatomban a legeslegnagyobb, a tipikus kirívó példája annak, hogy milyen felesleges csomagolást tud létrehozni a csomagoló ipar, hiszen egy ilyen ásványvíznek mondjuk úgy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 10 perc alatt befellegzett, vagy negyed óra alatt, és utána ugye valamit kell vele csinálni, hiszen a legkevésbé szokott az előfordulni, hogy valaki azt fogja, és ugye abba fogja majd töltögetni a következő vizét. Tehát ugye ez azért egy nagyon számomra egy nagyon súlyos pazarlás, hiszen teljesen feleslegesen hozunk létre olyan űrtartalmakat, amivel gyakorlatilag a következő pillanatban már kezdeni is kell valamit. Ugye a nyugati országokban a rendszerek úgy épültek föl, hogy először ugye elkezdték, ahogy Magyarországon is, ahogy bevezetésre került, ezeket a szigetes rendszereket létrehozni, hogy ugye ezeket a lakosságnál keletkező legnagyobb hulladék áramokat visszagyűjthessék, és anyagfajta szerint utána kezelhessék. Ugye ennek az a nagy előnye az egész szelektív rendszernek, ezt itt Pilis Csaván is nagyon jól tudom, hogy ez hogy működött, ugye a szigetrendszer, amíg működött, hogy ott valami csoda folytán, ugye az emberek többsége ezt nem illegális szemétlerakónak használta egy idő után, hanem valóban ugye anyagáramonként próbálta a megfelelő jelölések alapján elhelyezni az életvitele során, vagy a háztartásában képződő hulladékokat. És így gyakorlatilag ugye egy relatíve tiszta anyag kerülhetett vissza a megfelelő a begyűjtők révén a megfelelő hasznosítási lehetőségek felé. Innentől kezdve ennek a továbbfejlesztett változata az, ami végül is akár önmagában, akár kombinált módon, ugye ez a házhoz menő zsákos vagy kukás, ez teljesen változó, hogy a szolgáltató, a közszolgáltató ezt hogy oldja meg. Ugye ez annyival jobb, hogy növelni lehet a lakosoknak ugye a hajlandóságát és a kedvét azzal, hogy éppenséggel ugye a háztartásukban már külön kezelhessék ezeket az anyagfajtákat. Magyarországon ez elindult, ugye ez ki is épült, csak megint, mint sok minden más, ez is beteg módon jött létre, hiszen itt pont arról szól a dolog, és megint itt ugye, majd még azért itt visszamenék erről a hulladékról másként, hogy ezeknek a rendszereknek a kiépítése, működtetése, ahova majd kerülnek ugye ezek az anyagok, ez egy hihetetlen, de hihetetlen drága, költséges folyamat. Tehát, hogyha valaki végig gondolja, mondom, egy fél literes PET flakon esetében, hogy annak a PET flakonnak az útja, amíg mondjuk vagy zsákba, vagy a műanyagos gyűjtőedényzeten keresztül, ugye egy telephelyen, egy átrakón, egy válogatón keresztül visszajut a hasznosítóhoz, hogy arra a fajlagos költség mibe kerül, nem biztos, hogy legközelebb lemeli, ha tudatos, az üzletek polcáról azt a bizonyos fél literes flakont, mert horror költsége van. Ennek ellenére ugye ugye az emberek a szigetrendszert sokáig használták, vagy használgatták, ugyanakkor felmérések mutatták, hogy körülbelül 10-12%-nál több az embereknek nem vitte oda a hulladékot. Sokkal nagyobb volt természetesen a verbális hajlandóság, tehát erre voltak ilyen felmérések, hogy mondjuk 100-ból 20-an azt mondták, hogy ők odaviszik, de gyakorlatilag a mért eredmények alapján, a kibocsátás és a természetesen a visszagyűjtések alapján ez sokkal alacsonyabb volt. Tehát az emberek nagyon meggondolták, hogy mondjuk akár 50 vagy 100 métert elmenjenek mondjuk egy szigethez, és ott a megfelelő helyre bedobják ugye a hulladékot. Ezért jó ugye ez a háznál gyűjtött dolog, csak kín pont azért csinálták ezt meg, hogy minél kevesebb kerüljön ugye a kommunális szemétbe, az úgynevezett kommunális szemétbe, tehát amit szemétnek hívunk. Tehát arra próbálták ugye rávezetni a lakosokat, hogy igen, szelektáljál, sőt ugye ennek voltak azért, mondom, néhányan jártatok Ausztriába, ugye ott aztán vannak helyek, ahol már az abnormalitás szintjén csinálják ezt a dolgot, annak meg már tényleg semmi értelme. Viszont annak, hogy ott hetente elviszik ugye a szelektív anyagáramokat, annak van értelme. És mondjuk 2 vagy 3 hetente viszik el az úgynevezett kommunális szemetet, míg itt ebbe a begyöpösödött gondolkodásba ugye az van, hogy 6. haszakat hetente,
itt vidékről beszélek, Budapestről nem, mert ott ugye két naponta viszik. Itt gyakorlatilag hetente kötelező elvinni ugye a kommunális szemetet, és majd havonta egyszer elviszik ugye a szelektíven összegyűjtött anyagokat. Na most ez egy pont akkora nagy marhaság, amekkora, hiszen ugye azért lássuk be, sokan vagyunk elkötelezettek, de hát nyilván azért a helyek mindenkinél determinálják azt, hogy mennyit lehet ott éppenséggel raktározni. És ez nem azt jelenti, hogy persze ezt nem lehet összhangba hozni azzal, hogy a fogyasztásom összetételét hogyan változtatom, tehát mennyi PET flakont használok, mennyi italos kartont használok, mennyi egyebet. De hát vannak azért ugye olyan helyzetek, hogy valaki vesz egy tévét, egy hűtőt, egy nem tudom micsodát, ugye van egy hatalmas nagy kartonja, vagy több kartonja, ott van ugye az úgynevezett hungarocell, az egy külön kategória, ami aztán végképp nem szerethető, pedig nagyon jó hasznosítható. És ugye ezek hirtelen egy nagy többletet jelentenek, mondjuk a szokásos mellett, tehát azért lássuk be, hogy olyan módon nem tudjuk sajnos teljes mértékben függetleníteni magunkat ettől a hulladékkörtől, hogy ne keletkezzen annyi, amihez szerintünk sokkal jobban menne a hetenkénti gyakoriság erre a típusra, és a kommunális szemétre, amit pont a legkevesebbet kéne ugye összeszedni, arra pedig menjen mondjuk 2 vagy 3 hét. De mondom, itt fordított a gondolkodás, ráadásul ugye kín annyival kevesebb szemétdíjat kell fizetni, mert nyilvánvalóan ez vissza minden összefügg mindennel, tehát hogyha nyilván nem kell a lerakóra elvinni a kommunális szemetet, vagy nagyon töredékét kell elvinni, akkor ugye az a lakosnak sem kerülhet annyiba, tehát ott csökkenti a helyi szolgáltató ugye ennek a szolgáltatási díját. De ugye itt hoztak egy hihetetlen buta, és tényleg azt mondom, ez politikamentesen, tehát itt most nem politikáról beszélek, csak az elvről beszélek, a szemétkezelési díjat befagyasztani, és gyakorlatilag egy mozdíthatatlanná tenni azon a szinten, amin van. Ez egy nagy szakmai butaság volt, mert ugyanis ezzel nincs ösztökélve, és senki nincs arra stimulálva, hogy ezen valamit változtasson. Hiszen be van fagyasztva, innentől kezdve a szolgáltató annyit szedhet, amennyivel be van fagyasztva, a lakos pedig nem érdekelt, hogy még többet szelektáljon, mert nem lesz kevesebb neki a díja, igaz, több se lesz, tehát ezt azért hozzá kell tennem. Tehát mondjuk pont nem ez lett volna az a terület, ahol ilyet kellett volna csinálni. Látjuk is egyébként ennek a szakmában, ennek az egész szemét, hulladék szemét problémának a mindennapi életben végbe menő zavarait. De ezt csak azért akartam így bevezetőként, elnézést, hogyha itt olyanokba kalandoztam, de gondolom azért ez mindenkit érintett, ugye ez nem hinném, hogy egy valami ismeretlen dolog lenne. Csak azt szerettem volna ezzel a gyakorlattal, hogy amennyiben hulladékról másként akarunk gondolkodni, akkor elsősorban ugye mindenkinek a családja életvitele szempontjából egyénileg kell végiggondolni, hogy valóban szükségünk van arra, hogy megvegyük azokat a dolgokat, amiben tárolunk bármit is, vagy ahogy most már Nyugat-Európában szintén nagyon elterjedté válik, az áruházakban külön felületek nőttek arra, hogy a vásárlók viszik magukkal ugye a saját otthonukból viszik magukkal az üvegüket, vagy a PET flakonjaikat, vagy bármilyen töltésre alkalmas edényzetüket, és ott gyakorlatilag egy ilyen ömlesztett állapotból kapja meg azt, amit szeretne, tehát nem előre kiszerelten. Hiszen ez az előre kiszereltség, ez gyakorlatilag egy hihetetlen nagyfokú... Igen? Ez például Olaszországban, Franciaországban, Németországban, a Benelux államokban, tehát úgy, hogy az áruházakban gyakorlatilag vannak olyan felületek, ahol kimondottan tölteni lehet, tehát nem arról van szó, hogy leveszem ugye a polcról a konfekcionált kiszerelést, hanem... Gondolati szinten ez már valahol kihelyezik? Hát én most elmondtam, már a gondolat megvolt, de... Átlagi szinten nem gondoltam. Amikor gyerek voltam, hát, akkor el kellett menni a tejér, és akkor megtett az avit. Egy tejet most is tudunk így venni, de és... A következő, a kerékkötője, ugye a magyar gyakorlat... Általában annyiban mindig másabb, mint mondjuk az Európai Uniós, hogy ez az élet bármelyik területén, most nem a hulladékról beszélek, hulladékiparról, hogy átveszünk kötelezően uniós szabályrendszereket, így viszont mi még rátesszük, mint magyarok, a magunk plusszát. Tehát mondjuk az ilyenfajta áruházi megoldásoknál biztos, hogy azért nem
többek között azért sem nagyon tud elterjedni, mert mondjuk vagy a NÉBIK, vagy az ANTS, vagy a bánom is, hogy melyik ilyen szakszervezet, szakszolgálat azt mondja, hogy szerintük mondjuk ez nem garantálja azt, hogy ott minden az élelmiszer biztonság jegyében zajlik. Holott ez egy nagy marhaság, mert ezt meg lehet csinálni ugye zárt rendszerbe. Nem arról szól a dolog, hogy valaki ott összetapicskolja ugye a kiömlő fejeket, vagy bármi olyat csinál, ezt mind meg lehet csinálni. Tehát ez működik, máshol ez működik, itthon mindig valamit kitalálnak, visszatérek, ugye miért kell hetente kommunális szemetet elvinni? Tök felesleges, ha megteremtem hozzá ezt a lehetőséget, hogy szelektálva gyakorlatilag a háztartásban képződő hulladéknak mondjuk azt mondom, hogy a felét, háromnegyedét így el tudjuk helyezni. Hogyha minden nagyobb helyen kiépülnének, vagy lemeglennének, hogy Vörösváron is gyakorlatilag már majdnem 2 éve bénáznak ezzel a szelektív udvarral, ami ugye pont arról szólna, hogy nem csak ezeket a legkiemeltebb anyagáramokat, hanem ezen túlmenően ugye az elektronikai hulladékot, az elemhulladékot, a világítási, tehát az izzókat, a építési bontási hulladékot ugye egy meghatározott mennyiségig, tehát ugye nem ész nélkül, de mondjuk általában ilyen 2-3 köbméternyit azért át szoktak venni, hogy ezek ugye ne ott landoljanak a legrosszabb esetben ugye az erdő alján, bocsánat, a gumiabroncs, használt gumiabroncs, meg egy nagyon fontos része a veszélyes hulladékok köre, hiszen azokkal is az emberek úgy vannak, hogy várják, mint a mesiást, hogy évente egyszer mondjuk az adott önkormányzat megszervezze azt a veszélyes hulladék akcióját az adott területen. Na és hogyha nem szervezi, akkor mi van? Akkor ugye gyűjtögetjük továbbra is a festéket, a oldószereket, az összes olyan növényvédőszer, vagy bármiféle ilyen kezelő anyagokat, és aztán ugye a vége az, hogy mondjuk nem tudom, jön valami változás a családba, aztán ugye minek fogják, aztán kivágják ugye a szemétben. Most pont ez a elkerülendő. Ezeket kellene ugye pont ilyen hulladékudvarokon keresztül a lakosságtól bár. Tehát a kinti megoldások azok pont arról szólnak, hogy a lakosságnak ne kelljen gondolkodni, hogy mit csináljon a hulladékával, ha már képződött, ha már van. Ne az legyen, hogy nem tudja, hogy hova vigye el például, mert az embereknek nagyon nagy többsége még ma sem tudja, hogy például a használt elektronikai berendezésben mit csináljon, kinek adja le. Holott ez már gyakorlatilag több mint 13 éve jogszabályi kötelezettsége minden elektronikai cikket forgalmazó cégnek, hogy kötelező visszavenni a használt, tönkrement háztartási elektronikai berendezéseket. Ez a fagyasztó hűtőládáig bezárólag, tehát ugye azt oda kell persze vinni, én ezt nem mondom, hogy nem így van, de azért nagyon sokan ezt nem tudják. És ezt valószínűleg azért sem nagyon tudják, mert csak meg kell nézni, hogy néz ki egy lomtalanítás mondjuk Budapesten, aminek a fele, háromnegyede tökéletesen az az anyagkör, amit, hogyha az emberek tudják és tudatosan kezelik ezeket a hulladékokat, az nem az utcán köt ki. Tehát valószínűleg tévéknek, monitoroknak, billentyűzeteknek nem az utcán kellene ugye heverésznie, mondjuk a papírról meg az egyebekről nem is beszélve, aminek ugye tényleg megvan már elég régóta a kezelhetősége. Úgyhogy nem tudom, ez így van-e még egy kérdés. Tehát most azért magamat egy picit felül bíráltam, mert ugye az annyiban, hogy itt most elég sok olyanba próbáltam belemenni, ami gyakorlatilag ugye minden visszahat oda, hogy mi hogyan is vélekedünk erről az egész hulladékkörről. Tehát miért is csináljuk mindezt? Ugye az Európai Uniónak, és nem az Unióval akarok itt jönni, csak ugye okos dolgokat találnak ki. Tehát függetlenül attól, hogy mérhetetlen sok az élet elég sok pontját nehezítő, az emberek által ugye azért mégiscsak butaságnak tartott szabályozásokat is kitalálnak, de ebben mondjuk ebben a hulladékkezelésben szerintem nagyon világos koncepciót képvisel az Unió. Ugye megalkotta ezt az úgynevezett fordított piramis elvet, aminek gyakorlatilag az a lényege, hogy a fordított piramisnak a nagy részét ugye ott villog az, hogy megelőzés. A megelőzés ugye ez pont arról szól, hogy ne akarjak annyit vagy annyival többet venni, mint amennyire szükségem van. Ugye ez a fenntartható fejlődésnek a tipikus alapköve, hogy tényleg csak annyit használjunk, amennyire valóban szükségünk van. És akkor ugye nézzük meg, hogyha szükségünk is van, akkor mi az a legegyszerűbb formája, amihez hozzájutunk. Tehát mondjuk vízről beszélgetünk, ugye, hogy Judit is ugye üvegbe tálalja ki, amit utána elmosogat, és utána ismét feltálalja, tehát nem hozott ide 1,5 literes PET flakonokat, azzal, hogy utána majd Johannes elcipeli a kertjükbe, vagy ahol tárolják a szelektívet, és akkor majd várja a havonkénti ürítést. Tehát
Ugye ez megint a megelőzésről szól, itt most kiesik ennél a körnél, ennél a jelenlevőket kiszolgáló körnél, ugye egy csomó olyan flakon, amivel megelőztük ezt a dolgot. Elnézést, hogy ez lehet, hogy egy nagyon vulgáris példák, de szerintem teljesen mindenre leképezhető az, hogy meg kell gondolni, hogy mit is akarunk tenni, vagy mi az, amivel tudjuk csökkenteni a környezeti terhelést. Ettől még persze a világban nem lesz kevesebb PET flakonba zárt víz, csak ugye valahol minden mindennel összefügg, tehát hogyha kis közösségek, nagyobb közösségek ugye folyamatosan már igénylik ezt a fajta megoldást, akkor vélhetően ugye a csomagolóipar és a mögötte álló ipar sem fogja tudni ugye elhelyezni ezeket a termékeket, tehát valahol ugye egy lassú visszajelzése van ennek a gondolkodásnak. Ugye utána ott van a újrahasználat. Az újrahasználat ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy bármi, amit feleslegesnek, vagy meguntnak, vagy már kiszeretetnek ítélek, azt ugye nem kidobom szemétként kezelem, vagy bármi, hanem megpróbálom ugye ezt elhelyezni, és valakinek olyannak odaadni, aki még tud azzal valamit kezdeni. Erre mondjuk az elektronikai berendezések egy nagyon jó példa, hiszen az, hogy mondjuk egy notebookot mondjuk 7 éves, 10 éves korában ugye én már nem akarok használni, mert már mit tudom, azt mondom, hogy a XP rendszerrel nem akarok boldogulni, mert azt már nem frissíti a Microsoft, viszont a szomszédomnak ez nagyon jó, ez tanuló gépnek, úgyse fog igazából más csinálni, csak egyáltalán ismerkedik a számítástechnika alapvetéseivel. Tehát ugye de bevihetném ugye, mint elektronikai hulladék a MediaMarktba, és akkor onnantól kezdve már járja majd a maga útját. Tehát mindaz, amit tudunk ugye újrahasználatba tenni, az ugye nagyon fontos, persze nyilvánvalóan addig, amíg annak van értelme. Tehát amikor mondjuk a szarató fűtőgépet, ami mondjuk már 50 éves, azt már nem biztos, hogy azzal a nem is tudom milyen energetikai besorolásával érdemes ugye újrahasználatba tenni, mert valószínűleg ugye azért a nálunk képződő ökológiai lábnyom része az egy kicsit magasabb, mint amennyit az újrahasználat révén nyerünk. Tehát azért mondom, mérlegelés kérdése, de ugye azért az újrahasználatban nagyon nagy lehetőségek vannak. Vagy ugye nagyon jó eset, nagyon jó példa ugye a bútorzatok, meg az ilyenfajta berendezéseknek a felajánlása, gyakorlatilag akár ilyen charity mozgalomba, akár ugye ismerősnek, bármilyen módon, és ugye nem kirakjuk lomtalanításkor, és aztán majd ott szétverik, és akkor majd lesz belőle valami, leginkább ugye a pusztazámori lerakóban fog kikötni. Mert ugye ez meg ráadásul ugye megint egy tipikus magyar sajátosság, hogy a közszolgáltatók, így mondjuk a legnagyobb FKFV, ugye úgy csinálja meg ezt az évenkénti lomtalanítását, annak ellenére, hogy nem így van a jogszabályban leírva, mert a jogszabályban, és ez is egy nagyon fontos dolog, ugye ennek úgy kéne végbe mennie, hogy a lakoshoz közel, tehát a lakost kiszolgáló közszolgáltatónak kellene, telefonon, e-mailen, teljesen mindegy, tehát a lakostól érkező bejelentés alapján kimenni a meghatározott, megbeszélt időpontban, és elvinni azokat a életvitelben megunt, illetve hát gyakorlatilag lomtalanításra ítélt holmikat, eszközöket, de ezt egy évente egyszer persze, ami így nem kerülne az utcára, így nem kerülne abba az áldatlan állapotba, mondjuk az utca, ahogy mondjuk, ha lehet, hogy Pilis Csabán nem, de mondjuk azért Budapest számos kerületében viszont igen kerül, és gyakorlatilag a közszolgáltató is ugye ezzel jól járna, hiszen olyan anyagokhoz juthat, amit ugye nem lerakóra viszünk, és akkor ennyiben megoldottuk a dolgot, hanem itt jön be megint a hulladékról másként, ugye lennének ezek az újrahasználati központok, ez megint kint Európában nagyon fejlett, Ausztriától Hollandiáig, ezek az úgynevezett reuse központok. Ezek arról szólnak, hogy pont az ilyen bútorok, evőeszközök, elektronikai tárgyak, stb. Vannak ezek az újrahasználati központok, oda a lakosok bevihetik ezeket a tárgyakat. Ott gyakorlatilag szociális munkásokkal, általában önkormányzatok tartják ezt fent, tehát ilyen non-profit alapon. Ezt gyakorlatilag ott szétszerelik, megtisztítják, megpucolják, teljesen mindegy, és utána csinálnak ebből gyakorlatilag egy eladható termék skálát. Ez megint csak működő dolog, tehát ugye ezt itt is próbálták egyébként, csak még nem jött össze, illetve az FKF-nek talán most már végre összejött ott, ahol az égetője van, ott amellett csináltak egy ilyen fajta bázis, de nagyon nyögvenyelősen hozták ezt létre. Nem tudom, érzékelhető, hogy még csak a pirosnak két fokát jártuk be, mert utána jön az újra hasznosítás, tehát az a gyakorlatilag legelterjedtebb forma, hogy azt a kibocsátott anyagot, papírt, alut, műanyagot, üveget, stb.
azt ezek ugye a legnagyobb tömegáramok, ezeket igyekezzük a maguk önmagában történő, tehát anyagában történő hasznosításával visszajuttatni a körforgásba. A holofonnál, amelyik az egyik legnagyobb műanyag újrahasznosító itt Magyarországon, gyakorlatilag ugye, miről is szólt a dolog, ugye bejött a, ez gyakorlatilag egy ilyen műveleti séma. Ugye a hulladék beérkezik különböző csatornákon keresztül, fajta tisztaként kezeljük, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy a begyűjtők, amikor akár a közszolgáltatásból, tehát a lakosságtól történő műanyagot viszik be a telephelyükre, akár van a nagyobbik rész az úgynevezett ipari kereskedelmi gyűjtés, tehát nagy cégeknél, kereskedelmi egységeknél, ugye, ahol képződik a hulladék, ugye onnan hozzák. Ők a telephelyeiken az anyagokat a maguk fajtája szerint, tehát úgy, hogy polietilén, polipropilén, polisztirol és így tovább, külön válogatják, és úgy adják át a hasznosítónak, mert ugye ez az ő fő feladatuk. És akkor gyakorlatilag ugye a fő folyamat az az, hogy van ez az úgynevezett előaprítás, darálás, ez ugye ez a nagyobb kemény tárgyakról beszélgetünk, rekeszekről, hordókról, kukákról, ládákról, mint nagyobb tárgyakról, és mondjuk az úgynevezett agglomerálás az pedig egy olyan fajta anyagok, ilyen lágy anyagok, tehát mint a fóliák, a legkülönbözőbb fóliák, ugye ez a műanyag zacskó típusú kategória, meg gyakorlatilag a ilyen habok, tehát ilyen habládák, ez inkább ugye a kereskedelmi, ipari környezetben fordul elő, nem a lakosságnál, de gyakorlatilag mi ugye nem foglalkoztunk az úgynevezett hungarocellel, de a hungarocell ugye egy tipikusan jó anyag arra, az egy csodálatosan egynemű anyag, tehát hogyha azt ugye szépen úgy, ahogy képződik, nem így morzsába törve, mert ugyannak semmi értelme nincs, hanem úgy, ahogy táblában van, vagy ahogy az éleket ugye befogtat, tehát ebben a formában külön gyűjti a közszolgáltató, ezt most az elvet mondom, nem ahogy a gyakorlat van, akkor ugye gyakorlatilag de ez így van egyébként, tehát kin megint csak külön van, ez egy úgynevezett expandált polisztirolnak hívják, tehát erre az anyagfajtára kin van gyűjtő külön, csak oda megy, és onnan megy ugye ahhoz a hasznosítóhoz, aki ezt ledarálja, és magát ezt a darálékot, ezt a gyöngyös darálékot, ezt utána vakolati szigeteléshez bekeverik, mert ez ugye csodálatosan adja azt, ami a tulajdonság benne. Tehát igazából egy szép, tiszta, egynemű és hasznosítható anyag, és marha nagy a kereslet rá. Tehát még csak az sem igaz, hogy nincs rá kereslet, hiszen ugye az építőiparban, most leszámítva, hogy ugye nyilván vannak hullámvölgyek, de ugye ezek a házakhoz kapcsolódó, vagy energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó felújításokban ez egy nagyon hangsúlyos elem, tehát ez egy nagyon jó, és senki nem mondaná meg, hogy ugye ez a tévén vagy a monitoromnak volt ugye a hungarocell csomagolása, mégis gyönyörűen be lehet oda tenni. És akkor igazából, ahogy ez megvan, ugye ennek az a lényege, hogy azt az egykori hulladékformát kell egy valamilyen kezelhető szemcseméretre igazítani, hiszen azzal lehet aztán dolgozni. És gyakorlatilag ugye nem technikai órát akarok itt tartani, csak maga az egészet, hogy a darabos hulladékból, ami volt valami, és begyűjtötték abból a végén egy 2 milliméter hosszúságú granulátum szemcse lesz, ugye ezekkel a segédfolyamatokkal megspékelve, amiből gyakorlatilag az, ami volt, mondjuk egy rekeszből, ugyanúgy rekeszt lehet csinálni. Egy ládából ugyanúgy ládát lehet csinálni. Egy kukából ugyanúgy kukát lehet csinálni. És ez ugye megint arról szól, hogy ugye nem csak arról, hogy a holofon megéljen, nyilván a gazdasági egységként persze igen, de arról szól, hogy visszajuttattunk ugye egy olyan fajta alapanyagot a rendszerbe, amiből azokat a tárgyakat meg lehet csinálni, ami annak előtte volt, tehát megint nem kell meg orig anyagból mondjuk azokat a tárgyakat megcsinálni. Ezt tudom, hogy egy kicsit nem demagógia szintén mondom, tehát szó sincs erről. Ez arról szól, hogy amikor önök is találkoznak ugye a legkülönbözőbb, inkább fekete színű tárgyakkal, mezőgazdasági boltba vagy bármiféle ilyen helyen, azok jellemzően ugye a
a újrahasznosított anyagból vannak. És ugye ez a lényeg ennek az egésznek, hogy így visszajuttatni. És ezeket az anyagokat, ezeket a tömegműanyagokat, ez a jó bennük egyébként, nagyon sokszor vissza lehet keringtetni ebbe az egész hasznosítási láncba. Tehát elég jól bírják ugye ezt a hőkezelést a feldolgozás során. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy értelmes célt lehet adni ezeknek a műanyagoknak. Azért beszélek a tömegműanyagokról, mert is ezek határozzák meg az életünket. PET-ről nem beszéltem, ugye a PET flakon az egy nagyon kurrens áru, ezt azért el kell mondanom. Ezzel a holofon nem foglalkozott, de nagyon jól tudom, ugye, hogy ennek a piaca az úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag a színenként volt ugye az osztályozás ezeknek az anyagoknak, és nyilván ugye ez az úgynevezett víztiszta anyag, tehát ez a teljesen transzparens anyag volt a legdrágább és a legkeresettebb, és ugye ezt jellemzően először Kínába hurcolták ki mindenhonnan Európából, tehát nem csak Magyarországról, ahol ugye Kínába megcsinálták ezeket a különböző poliészteres változatú textil applikációkat, hogy ilyen szépen fejezem ki magam. Tehát magyarán ugye ez visszajött az európai piacra, és boldog-boldogtalan ugye hordhatta a jó kis polárját, ami mondjuk lehet, hogy az ő PET flakonjából készült ott kint, persze Kínába. De aztán ugye Európában is rájöttek, hogy ez nagyon szép és jó, hogy itt kivisszük ezt a PET anyagot, amikor ebből lehetne azért csinálni mást is. És például ugye az elsőként a Coca-Cola hozta létre azt, hogy politika, üzletpolitika szintjén, hogy meghatározta, hogy mondjuk a általa kibocsátott palackoknak mondjuk a 30%-a az újra hasznosított PET-ből kell, hogy jöjjön vagy származzon. Na most ugye az, hogy élelmiszer célra, élelmiszeripari feldolgozásra egy hulladékot be lehessen vetni, ugye ez nagyon, de nagyon szigorú előírásoknak és kezelési folyamatoknak kell végbe menni. De ezt meg lehetett csinálni, és így gyakorlatilag a Coca-Colát persze követte a további cégek, úgyhogy így eljutottunk oda, hogy most már ugye ez Európában, ez az úgynevezett bottle to bottle, tehát ez a rendszernek van ez titulálva, hogy ez nagyon hangsúlyos ugye a gyártóknál, mert ezzel ugye ők tudják a kedves lakosok felé, a megcélzott lakosok felé mutatni, hogy mi mennyire környezettudatosak vagyunk, hiszen mi így állítjuk elő a palackjainknak egy részét. A szépsége mellett, ugye az IKEA is ugyanilyen szép nemes célokat vállalt fel, hogy mennyi olyan újrahasznosított anyagból készült tárgyat fog az áruházaiban a vásárlók számára előállítani. Ezek mind nagyon szép és jó dolgok, csak azért egyet kell látni, ezek hihetetlen nagy multinacionális cégek, tehát mindenről híresek, csak nem arról, tehát ez nem az üdvhadseregnek egyik se az üdvhadsereghez tartozik, tehát mindig van mögötte persze valami. Az egyébként egy nagyon jó, hogy így legalább bentartották a hulladéknak egy részét, mert gondoljuk végig, hogy azért ez a Kínába utaztatás, így most földet nézve, tehát ugye nem csak ugye lokálisan nézzük a dolgokat, hanem azért ugye egy világot élünk. Tehát azért az, hogy itt hurcibálták innen oda a mondjuk ezeket a PET darálékokat, onnan vissza a textilárukat, vagy egyrészt úgy csinálták, hogy mozgóhajókon, mert a kínaiak már ezt is föltalálták, mozgóhajóra fölvitték a Európából vásárolt PET-et, és már a hajón megcsinálták belőle a pulóvert, vagy a bármit. Tehát ez már így nézett ki náluk, és akkor ezzel csomó minden spóroltak, hiszen nem kellett kikötni Kínában, nem volt annyi szállítási idő, ezt megcsinálták szépen a tengeren, úgyhogy nagyon okosak ezek a kínaiak egyébként. A PET-nek egyébként még egy nagyon fontos területe van, ez az úgynevezett páncallag, mert az egy a csomagolóiparban egy nagyon elterjedt rögzítésű módszer, úgyhogy arra is kiváló egyébként a PET anyag, arra inkább egyébként az ilyen sárga-zöld applikációkat szokták használni, vagy mondjuk még a kék is belemegy, tehát a víztisztát azt inkább ezekre az élelmiszeripari célokra. Gyakorlatilag ugye ez mondjuk egy közszolgáltató, aki mondjuk Pilis Csabáról, nem tudom, hogy ki van a Vertikál, vagy a zöld Bicske? Bicske. Mondjuk a Bicske elviszi ugye a maga telephelyére a házhoz menőből, és ugye a telephelyén kiválogatja külön a PET-et, és külön pedig ugye ezeket az úgynevezett mosószeres flakonokat. Ugye ez egy másik anyagfajta, tehát ez polietilénből és polipropilénből készül, az pedig polietilén tereftalátból. Ezt a kettőt nem lehet össze
keverni, mert nem feldolgozható együtt. És akkor mondjuk ő megcsinálja ezeket a szép bálákat, és ilyen bálákat, mert így ad át mondjuk a holofonnak. És akkor ez úgy látszik, hogy ez egyébként egy, most akárki, akármi, egy nagyon szép bála összetétel, tehát igen, mert ugye gyakorlatilag a bála összetételnek az is egy nagyon meghatározója, hogy mennyi a nem odavaló műanyag. Tehát műanyagnak műanyag, csak nem odavaló, és az egész feldolgozást teszi tönkre, hogyha nem odavaló műanyagot tesznek bele. Akkor nem emberek válogatók ezek szerint kézzel? Hát biztos, hogy ebben az országban vannak még olyan válogatók, ahol kézzel. Én sok évvel ezelőtt még, hogy hívják be, hol is volt az, nem Kalocsán, Nagy Kanizsán, nem is tudom már hol volt. Igen, ott láttam egy ilyen kézi válogatott, az elég rettenet volt, az arról szólt, hogy mondjuk behozták a lakosoktól vagy a szigetről teljesen mindegy a műanyagot, és akkor ezt így kiöntötték egy ilyen betonos placra, fölöttük egy ilyen ponyva volt, és akkor asszonyok ilyen sámlin körbeülték, és akkor így válogatták ugye ezekben a úgynevezett big bag zsákokban, ami majd itt látni lehet ezeket a nagy fehér zsákokban. PET flakon, ilyen színű, mit tudom én, ez a samponos flakon, oda, és akkor az úgy, hát az megmondom szinte az elég, hát na mindegy, szóval azt én úgy nem tudtam volna elképzelni senkinek, de hát nyilván nekik meg kellett a munka. Egyébként nem, most már majdnem mindenhol ez az válogató művekbe megy be. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a zsákos vagy kukás házhoz menőt ugye összegyűjti a kocsi, mondjuk a zöld bicskének a kocsija, és beviszi a telepejére, és ott gyakorlatilag ráöntik egy ilyen válogató műre, ahol optikai mű, válogató mű, ahol ilyen optikai válogatással jellemzően ugye az anyag be van ugye ez tanítva, és akkor ugye az szétválogatja a megfelelő anyagokat egymástól, és akkor végén gyakorlatilag lefele gyűjtik külön ilyen konténerekbe a kinyert anyagokat, de még az emberi tényező is ott van, mert van egy ilyen utóválogató sor, ahol jobbról-balról állnak emberek, alkalmazottak, és akkor ők még ránéznek arra, hogy tényleg minél magasabb legyen ugye a fajta tisztasága a leválogatott hulladékoknak. Nagyon érdekes egyébként egy ilyen válogatómű, mert amikor ezek a válogató, ezek az optikai vagy ilyen közel infravörös fejek gyakorlatilag, ahogy így fújják szét, ugye mert ugye nem ők fújják, tehát ők érzékelik, és ahhoz van egy ilyen fújó rendszer, ahogy így lökik szanaszét ugye a hulladékokat, és ez baromi gyorsan megy ugye egy ilyen gumihevederes hatalmas tálcán, és akkor ugye így lögdösi szanaszét az anyag, ez tök érdekes, tehát az ezt el kell, hogy mondjam. Mert egyébként jön ez. Tehát így néz ki gyakorlatilag, amikor így bekerül. Ez egy például ilyen lágy anyag, amit ugye agglomerással lehet hát kezelhetővé tenni. Ez mondjuk nyilván nem a lakosságnál keletkezett, hanem kimondottan egy ilyen ipari jellegű, ugye ez egy valamelyik, nem tudom már melyik tésztagyár, vagy nem tudom kinek a megmaradt valami típust váltottak, vagy modellt váltottak, vagy nem tudom, túlhaladottá vált, és akkor gyakorlatilag ők nagy szériában eladják. Mert na, így néz ki ugye egy lakossági, csak azért, mert ugye lakossági gyűlésen vagyunk, tehát egy jó kis lakossági bála az ugye így néz ki, és azt kell, hogy mondjam, ez egy nagyon szép bála, ahogy már az előbb említettem, hiszen ebben gyakorlatilag majdnem csak és kizárólag azoknak az anyagoknak van helye, amiket mondjuk a hasznosító vár, tehát ebből lehet relatíve kis veszteséggel újrahasznosítani. Mert ugye azt tudni kell, hogy ami nem odavaló műanyag, például azért itt van benne egy PET flakon, tehát mondjuk a PET flakon, itt az a lényeg a dolognak, hogy a lakossági anyagot darálás után mosni kell. A mosás az gyakorlatilag abból áll, hogy egy ilyen hidegvizes szeparációs rendszer, ez a fajta anyagkör, tehát ez a polietilén, polipropilén, ez egynél kisebb fajsúlyú, a PET viszont egynél nagyobb fajsúlyú. És akkor fajsúly szétválasztás alapján a PET lesüllyed, ez meg fönnmarad. És gyakorlatilag ami fönnmarad, ugye azzal foglalkozott a holofon, ami meg lement a dzsuvával, szutyokkal, papírral, minden ilyen vizével együtt, az meg egy ilyen, hát ez, az egy maradvány volt, az a maradványjal ugye meg nem nagyon lehetett mit kezdeni, mert az mindenből állt. És azt ugye lerakóra kellett elvinni. Tehát ez megint nagyon nem volt mindegy, hogy a begyűjtő hogyan adta át ugye ezeket a bálákat, hiszen az a PET, ami ebbe benne van, az a PET feldolgozónak viszont értékes anyag. Itt viszont nem.
Tehát gyakorlatilag 100%-os bálát nem lehet persze összerakni, mert mindenhol azért az emberek dolgoznak valahol valamilyen formában, és de ettől függetlenül mondjuk a pont azért kell ezekre a dolgokra gyúrni, hogy minél nagyobb fokú legyen ugye az anyagába történő hasznosíthatóság, és minél kisebb legyen ugye a veszteség, és a veszteségből a maradvány, amit viszont nem lehet mit csinálni, el kell helyezni mondjuk lerakóra. Ez egy gyakorlatilag ugye, amiről nem nagyon szoktunk beszélni, nagyon markáns része, csak nem tudjuk, hogy mennyi, ez egy nagyon szép dolog, az agráriumban keletkező műanyagok, azon belül is ugye a fóliáknak a mennyisége. Ez egy olyan, de olyan szép, sötét folt Magyarországon, mert ugyanis ez nem termékdíjas áram, mert ugye, ami termékdíjas, arról van információ. Ezt nem tudom, hogy ismerik ezt a termékdíjas dolgokat. Tehát gyakorlatilag mindaz, ami ilyen csomagolásnak van titulálva, azután ugye termékdíjat kell fizetni a gyártónak, az előállítónak, az első forgalomba hozónak. A mezőgazdaságban ugye ott nem csomagolásról beszélünk, hanem ugye ez mondjuk egy fólia sátornak a 5 éves hozadéka, ami ugye érintkezett már földdel, minden nap kiszívta, degradálódott, és így tovább, és így tovább. Na most ez, hogy bekerüljön egy ilyen újrahasznosításba, hát ahhoz azért ezt tudni is kéne, hogy mennyi keletkezett, mennyi van kint, de senki nem tudja igazából, mert ugye eznek nincs ilyenfajta mérhetősége, pont amiatt, hogy nincsenek egy központi terhe, amivel ugye lenne valamiféle elszámoltatás, hogy hogyan is néz ki. Úgyhogy ez egy marha sötét kör, arról nem is beszélve, hogy senki nem szereti feldolgozni, mert mondjuk a fóliasátornak a föld fölötti része az oké, de ugyanak van len is része, az meg viszont, ha kikerül, az gyakorlatilag 40-50%-ban földet, sarat, homokot tartalmaz. És az meglehetősen gépnyúzó anyag, úgyhogy azt nem szeretik a hasznosítók. Arról a másik része pedig, hogy Magyarországon ellentétben mondjuk Spanyolországgal, Olaszországgal, Franciaországgal, tehát agrár területeken, ottani agrár területeken 2 évnél tovább nem szoktak fóliasátrat fenntartani. Magyarországon úgy 4-5-6 év az, amikor egy fóliasátor bontásra kerül. Egész más az anyagnak a tulajdonsága minden szempontból. Megint egy kis különbség, mert ugye ez a kupak ez egy azért remek dolog, mert ugye egy kicsi, könnyű, tiszta, relatíve tiszta és jó anyagból van. Tehát ez egy hibátlan anyag. Itt mindenki megtalálja a számítását, ugye a gyerekeket, ahogy mondtam, a környezeti tudatformálással ennek révén lehet orientálni, hogy mi is lesz. Így bejönnek egy gyárba, látják ugye az egyéb anyagokat, tényleg a hordot is, meg a rekeszt is, mert mit tudom, a nagyapámnak a rekesze is ott van már, mennyi belőle, akkor mit lehet vele csinálni, be lehet hozni ugye ide a holofonba, és akkor milyen jó. Tehát ez nagyon jó, én úgy gondolom, nem azért, mert mi vezettük be, hanem azért, mert ugyanúgy, mint a papírgyűjtés, aminek most nem tudom, hallották-e, hogy mekkora nagy pofont adtak ugye a iskolákba. Tehát megint miről beszélünk? Hulladékról másként. 50-60, ki tudja hány éve, biztos, hogy a Rákosiék alatt, vagy a mit tudom én, a Kora Kádár alatt, Bánom senki alatt, tök mindegy, elindult egy tök jó gondolat, gyűjtsük össze a papírt az iskolákba, és adjuk át ugye a méhnek, iskola jól jár, kap érte pénzt, méh jól jár, mert kapott anyagot, az ország jól jár, mert ugye a papír nem lesz, mit tudom én, nem megy a nem tudom hova, a lerakóra mondjuk. Nagyon jól működött, ezt ugye gyakorlatilag szerintem csodálatosan csinálták az iskolák. Az iskolásnak mi volt az érdeke? Az, hogy a legjobb árat fizető papír átvevőnek odadja. Ez szerintem ennél nem lehet jobb célja egy iskolának, mert hát most nyilván arra gyúr, hogy iskolai kirándulás, vagy bármiféle olyan esemény, ami az iskola vagy az osztály életével kapcsolatos, arra kellett neki ugye a pénz. Na, erre... Szia! Erre kitalálták, és pont itt Esztergomba történt, hogy az egyik esztergomi iskola 2013-ban ugyanígy a begyűjtött papírt odaadta ugye valamelyik helyi ilyen papírátvevő vállalkozónak, és a Vertikál, aki jött a közszolgáltató, az bedühödött, hogy a törvény alapján a iskolákban, óvodákban, tehát az intézményekben gyűjtött papír, az a közszolgáltatót illeti. Mégpedig úgy, hogy a kedves állampolgár és a gyereke beviszi az iskolába a papírt, szépen összegyűjtve, majd utána kívják a közszolgáltatót, és így átadják neki, és akkor a közszolgáltató azt mondja, hogy köszönöm szépen.
Na most azért ezt gondolom, hogy érzik, hogy ez nem egészen arról szólt, hogy ezt az iskolák, illetve az intézmények annyira akarták volna. És akkor így bekeménytettek, és most ugye kihozták azt, hogy évente kétszer lehet papírgyűjtés egy oktatási intézménybe. Hát ezek igazából, mert ezek ilyen kereskedelem, iparból származó szépséges hordók, tankok, csak hogy úgy lehessen látni, hogy nem csak a háztartás bocsátja ki ugye a maga kis hulladékát. De ezek gyönyörűen hasznosíthatók, tehát itt az a jó ezekben, hogy tényleg ez 100%-ba vissza tud kerülni, és ugyanúgy hordó lesz belőle, vagy ugyanúgy ballon, vagy bármi ilyesmi. Ugye mindenki ismeri a hipós flakont, ugye a hipós flakonnak az alapanyagát, azt merem állítani, hogy ez gyakorlatilag 90%-ban az országban a holofonnak az anyagából állítják elő. Tehát az lehet szídni, lehet bármit csinálni vele, de azt azért tudni kell, hogy az egy maximális 100%-ban ugye egy újrahasznosított anyagból van, idestova 20-valahány éve, amióta a holofon létezik. És azt kell tudni arról, ez az másik jó példa egyébként, hogy egy hipó az úgy nagyjából a 89 forintos, 79-89 forint közötti áron mozog. Hogy mit ér gyakorlatilag egy alig 100 forint, azt ugye azt nem kell itt elmondanom, miközben ez egy olyan kiszerelt termék, ami ha nem is mindenben, de azért sok mindenben hasonlít a Domestosra, vagy a nem tudom, mi a másik, minden, most a Domestos mondom, de nincs természetesen nincsen sárga dinnyés bukéja, vagy nem tudom, ananászos bukéja, hanem az a tömény hipó szaga van már, hogyha ugye azt teszik bele, ami az előírás szerinti összetétel. És az egyiknek mondjuk az ára majdnem 400 forint, a másiknak meg itt van az ára, miközben mondjuk beszélgetünk nagyjából töltősúlyba ugyanarról. Az egyiket ugyan egy orig palacba teszik bele, mert ugye szép fehér és rá lehet tenni, floraszept, azt akartam még mondani. Tudásában nem annyival több, persze mondom, ki mire esküszik, de ezt csak azért mondom el, mert nevetséges egyébként, hogy ennek a kiszerelt anyagnak, és mi tudjuk, hogy mennyire adjuk az alapanyagot, mi bíbelődés van azzal, míg ezt kifújja mondjuk a flakonfúvó műanyagos, amíg ugye rátekeri azt a kupakot, amíg azt ugye ráteszi gyakorlatilag a szállíthatóság céljából ugye azokra egység rakatokra, amiben elválasztót rak, lecsomagolja és kimegy, hogy az a 89-es mondjuk áfás végfogyasztói ár, az gyakorlatilag neki flakononként mondjuk olyan 5 és 10 fillér közötti hasznot hoz. És ezt merem mondani, hogy ez így néz ki. Mit kell abból legyártani, és manapság ugye azért már nem arról szól a dolog, hogy hipót vesznek az emberek minden pillanatukban. Vesznek olykor hipót, de ugye nem annyit, hogy ebből sűrű filérel alapján valami jó kis hasznot lehet. Irtózatos egyébként, hogy akik ezt csinálják, én láttam nagyon jól, azok már csak inkább azért csinálják, mert ebből már nem tudnak új, tehát ebből ők nem fognak meggazdagodni, sose gazdagodtak meg belőle. Elketyerésznek, annyi megvan, hogy ugye úgy elvannak, de semmi különösebbet nem tudnak belőle úgy nagyot investálni, fejleszteni, stb. Mert ugye ez a termék, ez ennyi. Tehát ezt csinálják ugye 1 literbe, meg 5 literbe, ezt ugye erre nem vár senki. Csak ugye itt jön be az, hogy ez tök jó ez a flakon, mert ez viszont anyagában tökéletesen hasznosítható újra. Tehát ugye ezen nincs semmiféle ilyen citomás felirat, ez egy az egybe arról szól, ami. Csak mint én mindig azt mondtam, hogy 100 forint alatt nem szabadna egy ilyen terméket adni, és az összes viszonteladó, és teljesen mindegy, hogy ez belföldi, vagy magyar, vagy nem magyar, egyszerűen egymás árait figyelik, és miután az egyik nem akar elrugaszkodni a 79-ről, ezért a másik nem fogja 105 forintért adni, vagy 109 forintért, mert nem. Pont. Jó, mehetünk. És csak azért van itt ez a kép, hogy lássátok, hogy ezek a derék közszolgáltatók, néha úgy gondolják, hogy ami műanyag, az úgy egybe rakható. Na most ez egy, most nyilván merem azt mondani, hogy nyilván nem ebben, vagy önök nem ebben dolgoztak, tehát ez így lehet, hogy azt mondhatja, hogy milyen jó, mert műanyag, csak itt körülbelül 6-7 féle műanyag van összerakva, és ez így összességében semmire nem jó. Tehát ez pont arról szól, hogy aki ezzel van megbízva, hogy a telephelyén szétválogassa az anyagokat, itt valamit nem jól csinált. És ennek gyakorlatilag egyetlen egy sorsa van, ezt le kell darálni így, ahogy van, és utána égetőműbe el kell égetni.
mint energia, tehát energetikai célú hasznosítás. Mert ugye a piramisba, és azért most itt gondoltam megragadni még a szót, ugye az a bizonyos piramisba, ahol a megelőzés, újrahasználat, újrahasznosítás után van még az energetikai hasznosítás, tehát az még mindig az Unió is azt mondja, jobb, mint a föld alá eldugni a hulladékunkat. Tehát ezt ledarálva, beadagolva mondjuk ugye hőerőműbe, vagy cementipari, vagy cementgyárba, ahol ugye cementet állítanak elő, a másikban meg hőt állítanak elő, az még mindig jobb, mint a piramis alján lévő lerakó, aminek gyakorlatilag ugye most már Németország ugye az egyik fő hát megvalósítója, hogy szinte zéro lerakás van Németországban.